ilyen hangja van, ahogy a fagy végig megy a képernyőn, meg minden. Hát nagyon szép estét mindenkinek. Hello, hello, boldog vasárnapot, vagy valami hasonló. Remélem, hogy jól telt a hétvégétek, és mindenkivel minden a legnagyobb rendben van. Hát nem kellett sokat várni, hogy újra találkozzunk, ugyanis egész hétvégén találkozunk, ugyanis tegnap is volt adás, ma is van adás, úgyhogy pereg, nincs megállás, nincs pihenő, úgyhogy folytatjuk tovább, ahogy azt ígértem tegnap, a God of War Ragnarök végigjátszásunkat. Szia Krista Kelvinov, hello, hello, szia Lightfoot Girl, Tasmán Nördög, Gyávanyul, Batidor, Kálmán, Wolf Laca, Ádám, mindenkinek hello, szia Péter. Na mi a helyzet? Tényleg meséljetek egy kicsit. Elnézést, csak most csatlakozom itt élőben, csak magam is felkészültem a Fimbulwinterre, felvettem a rúnás pólót, kezemben a csatabárd, mehetünk. Hát akkor készülj föl, mert nem tudom, mennyire szeretnél spoilert, nem spoilert, azért mi már egy jó 10-20 óra játéknál járunk, tehát hogy azért haladtunk benne szépen. Hát ja, nehéz abba hagyni, nehéz megunni. Pillanat, itt közben megpróbálok a klimatizációval dűlőre jutni, most valamiért nem akart rendesen elindulni, de majd hát, ha magához tér. Szóval, majdnem elvesztettük a kapcsolatot, mire gondol a költő, nem tudom. Szóval, akartam volt mondani, hogy szemfülesek észrevehetnek valamit. Ki az, aki kiszúrja, hogy mi változott? És ma hatalmas előkészületek voltak, vagy nem hatalmas, de hát ilyen készületek, meg előkészületek voltak itt emiatt. A bárd, milyen bárd? Ez Kalapács. Gépház. A gépház az ugyanaz, mint volt, de közelít, Ádám már egyre közelebb van. A Maci ül a Kalapácson. Az volt, mióta a Kalapács ott van, a Maci ott ül rajta. Szerintem pont te szúrtad még ki először, de közelít, ott Ádám már egész közel volt. Szia Krea, ciao, nagyon szép estét neked is. Más póló van rajtad. Hát képzeld el, minden nap más póló van rajtam, meg van, hogy egy nap több is. TV helyett monitor lett? Nem. Na jó, segítek, felkiáltójel upgrade. Onnan ki lehet szúrni azt, hogy valami még történt. Említettem itt nektek, hogy valami nem működött a legmegfelelőbben, hogy így mondjam, az upgrade-et követően, és hát nem bírtam magammal, és mondtam, hogy ez így tarthatatlan. Hát, tudjátok, én olyan típus vagyok, amikor tudom, hogy az a probléma, és tudom, hogy hogy nem tudok halogatni. Tehát akkor ezt csináljuk meg, lépjük meg, legyünk ezen túl. Úgyhogy a memóriát kicseréltem a számítógépbe. Nekem ez kínai. Lényeg, ami lényeg. Ott az az új, ami az a két világító vonal, az az új cucc. Hát annyit mondanék, hogy nagyon király amúgy, meg nagyon klassz. Megrendelésnél tökre örülnék, ha néhány webshop, tehát hogy a terméknek a kódját azt így beleírná adott esetben, vagy feltüntetni, az alapvetően én azt mondom, hogy nem volna a hülyeség, ugyanis ugye a memória szupportációt azt amúgy csekkolni lehet az alaplapoknak a honlapján általában. Na most anélkül, hogy nem tudom, hogy mi a pontos gyári száma, anélkül baromi nehéz ám lecsekkolni, hogy ez kompatibilis-e vagy sem. Úgyhogy egy kicsit lootrira hoztam haza a cuccot, mert hogy tudtam, hogy valószínűleg jó, de nem voltam benne biztos. Tudtam, de nem sejtettem, ugye, hogy az Oscarból idézzek, amit mi szeretünk itt elővenni itt nálam. Úgyhogy kicserélésre került a memória a 4x8 giga helyett 2x16, tehát hogy mennyiségre ugyanott vagyunk, de hely van a fejlesztésnek, hogy így mondjam, úgyhogy még egyszer ugyanennyi mellé kerülhet majd egyszer, hogyha jól megy. Most nem megy jól, most nem annyi. Most most hagyjuk, ez egy kicsit sok volt nekem így ez a fejlesztés, de most már megvan, most már jó, a mai nap tesztelve volt itt több ízben is, úgyhogy elvileg minden szuper, reméljük nem a mai nap fogja, vagy mai este fogja azt mondani, hogy mégsem működik, de szépen úgy tűnik, hogy minden rendben lesz.
Nem késtél le semmit, Vulpesz? Hello, hello, szia, Dávid, üdv mindenkinek. Még egy apró adalék, hogy képzeljétek el, hogy ahhoz, hogy azt a memóriát a helyére tudjam tenni, konkrétan a processzor hűtőnek a felső teljes részét megint ki kellett venni, berakni a memóriát, hűtő vissza, úgyhogy nem annyi volt, hogy kiveszed a memóriát, berakod az újat, aztán csinál, nem, hát persze, nehogy már egyszerű legyen, A lényeg, hogy megvan és működik. Srácok, nem húzom az időt, mert mindenki rajtam, vagy mi velem együtt szerintem iszonyatosan várta, hogy folytathassuk, legalábbis remélem, hogy vártátok ti is, hogy folytathassuk azt, ahol abba hagytuk a God of War végigjátszásunkat. Nyomom a zenét, és nyomom a gamét. Go! Közben amúgy konkrétan a DC-n még a Jarvis is úgy döntött, hogy csatlakozik az élők sorába, és jelez a jó népnek, hogy tessenek jönni a streamre. Nos, rátenyerülünk a folytatás gombra, és gyors két mondatban elkezdem elmondani gyorsan, hogy mi az, ahol jártunk. Szóval... Nehéz összefoglalni két mondatban, de lényeg, ami lényeg, hogy sikerült az előző streamben Freya kötelékeit, hogy így mondjam, felszabadítani, most már nincsen hozzá kötve szerencsétlen Midgardhoz, oda megy, ahova szeretne, ugye ez Odinnak az egyik átka volt ő felette, ebbe segítettünk neki, és eközben úgy néz ki, hogy egyelőre felhagy azzal a szándékával, hogy minket kard érre hányjon, és eltegyen láb alól, lenullozzon, nokkossá tegyen, nem tudom, hogy fogalmazzam még meg. Lényeg az, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy nem akar pillanatnyilag megölni minket. Mindemellett, ugye itt Vanaheimban vagy Hollandmancsban vagyunk, lehet, hogy rosszul mondom, de talán igen, várjál, segít a térkép, Vanaheim, hát abszolút, tehát hogy elképesztő, ilyen érted memória. Szóval Vanaheimban vagyunk, és kaptunk egy mellékküldetést, amit nem tudom, hogy tudok-e most csinálni. Mert ha igen, akkor azt kellene csinálnunk, ugyanis kaptunk itt a törp asszonyságtól egy feladatot, hogy találjuk meg az ő páncéljainak a darabjait, und valami varázsgömböt is keresünk. Én most azt nem tudom, hogy a Shellon által szétszórt Dragon Ball-okat kell-e megkeresnünk, vagy sem, de minden esetre valami gömb kell neki, úgyhogy ezt meg kéne keresni, hogy most ahhoz merre kell menni, vagy tudjuk-e azt most csinálni, az a következő pillanatokban ki fog derülni. Az összes mellékküldit, amit kapsz, meg tudod csinálni. Nice, nagyon szépen köszönöm az információt. Ne feledd megnézni, Martin, hogy állsz elpusztított hollókkal. Krea, te vagy a legjobb vidis. Kreának egy külön pacsi jár ezért, mert hogy rohadtul elfelejtettem, hogy ugye összegyűjtöttünk már jó pár hollót, és lehet, hogy ki tudnánk nyitni egy újabb ládikót Niflheimba. Úristen, gyerekek, ezek a nevek. Néha a saját nevemet nem tudom, nemhogy még érted, világok neveit tanuljam meg. Na mindegy. Szóval, elvileg oda el kéne mennünk és megnézni. Aki megy aludni, annak nagyon kellemes, szép estét és jó pihenést, a többieknek pedig chipset, italt, lábat föl és jó szórakozást. Csapjunk a lovak közé. Azt mondja, hogy gyorsan nézem is itt, ugye az utolsó pillanatok egyike az volt a tegnapi adásban, hogy hát elég sok pénzt elköltöttem itt, igen, és nullasra nyomtam konkrétan az anyagi részünket. Egyedül az XP az olyan, mint hogyha még lenne valami, úgyhogy még ott még a képességek terén lehet, hogy tudunk mit fejleszteni. Hát így is van, meg is nyílt a harmadik szintű történet, hogy így mondjam. Na figyelj ide, azt mondja, hogy nem nagyon kell válogatni, mindent ki kell fejleszteni, ez a trükk. Tartsd lenyomva a háromszög sprintes ködben, fagy gyors... Mi? Felébresztéséhez. Sprint közben is lehet a fagyasztást építeni. Ez itt ez micsoda? Pusztítási. Én szerintem meg kell vásárolni, nem kell itt ezen gondolkozni, ez olyan, mint a memória, ami itt... Na, bocsánat, elnézést. Szóval, igen...
visszatérő forgószél. Nyom meg az L1-L1 gombokat, amikor nincs semmi a kezedbe, hogy gyorsan visszahívd a Leviathan bárdot, és végrehajts egy erős forgótámadást. Ebbe a... nekem ez tetszik, nyomjuk. Jó, még van 10 000 XP-m, úgyhogy nyomjuk. Azt mondja, hogy ha megállsz egy pillanatra... Wow, az mi volt? Ott láttátok, ahogy így vissza... Egy pofon, megállsz egy pillanatra, pergetési, még egy pergetési, 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 add ide. Már vettem is. Jó, állítólag a Chaos Pengénél is érdemes költeni némi pontot. A kaotikus tombolás, hát én a kaotikus dolgok és a tombolás híve vagyok, úgyhogy ezt már veszem is. Hyperion fogás, az adja apának, igen. XP, érted már, hogy apa? Nem, bocsánat, elnézést. Felperzselt föld. Nyom meg az R2 gombot lángoló ostorcsapás közbe. Ezzel ledöföd a pengénet, és nagy égést okozó robbanást csinálsz. Tehát R2, pörgetjük közbe. És az ott az mi az? Hamuvá égetés. Figyelj. Én nem nagyon gondolkodok azon, hogy mit kell megvenni. Mindent. Tehát konkrétan mindent. Na. És akkor... azt mondja, az előzőnél volt egy felhasználva 0/15, az mit akar közben? Szia, Levi bácsi. Mire gondolsz, Batidor? Hol láttál ilyet? Nem is figyeltem. A képességeknél? A képességeknél láttál ilyet? 0/15. Az az IQ-m a 0/15. Mármint nem. Kedden érkezik a Gov Ragnarök, az elsőt utáltam, de majd ezt. Hátha, Levi bácsi, hátha. De azért ne érezd magad, tehát hogy remélem nem ilyen külső nyomások kapcsán, hanem saját elhatározásból adsz neki esélyt. Azt mondja, az utolsót aktivált, az utolsónak aktivált bár képességnél. Ott van, ja, az ezüst, hogy felhasználva, arra gondolsz? Ott. Képesség, feladat. Tehát, hogyha használod ezt az adott képességet, tehát, hogy vannak képességek, amik tudnak fejlődni ezek szerint, vagy van hozzájuk köthető feladat, látod, itt például a Kígyó csapdája című történetre 35-ször kell megcsinálnom, hogy az ezüst feladatot megcsináljam, és minél többször megcsinálod, kapod az extra dolgokat. Úgyhogy ez. Szóval, nekünk a feladatunk akkor tehát, lehet, hogy bemelegítésképpen azt kéne csinálni, hogy a hölgyikének a mellékküldetését megcsinálni. Térkép. Célok. Yes? Én nem. Feladatok. Az elveszett oldalak. Ez kell nekem. Azt mondja, keresd meg a törött alkar védőjét, törött övét, igen, és ezt hol? Ezt nem lehet követni? Ez csak úgy alapvetően szét van szórva itt ebbe a virágba valószínűleg? Tehát itt kéne... Aha, én azt hittem, hogy ez egy olyan mellékküldetés lesz. Oh. Jaj, akkor ezt nem most. Mindeközben Kelvinom, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a megtest szexualizáló 500-as csír. Köszönöm szépen a támogatást, ezt mondja, az ősi erő legyen veled, küldök belőle kicsit. Nagyon szépen köszönöm. Térképen be tudom jelölni? Aha, na várjál, térkép. De én itt nem látom, hogy hol lenne a mellékküldetés ikonja. Tehát a főküldetést azt látom, ugye? A mellékküldetésnek az ikonját, de látom. Én ne látnám. Hát itt van. Itt van, hölgyeim és uraim. Megtaláltam. Nagyon jó. Akkor visszafelé kell menni, vagy ide át lehet menni? Nem, ide kell mennünk. Jó. Én nem tudom, hogy, de oda megyünk. Hát mondom, hogy gyalog. I remember where to look for a gateway. Follow me. Follow me. You two seem to be getting on since completing your mission. Dare I hope this alliance has some staying power after all? It seems to me we share a common enemy. Kratos, you may not accept that Ragnarok is inevitable, but you're smart enough to know Odin is a threat. Whatever comes next, our best chance of surviving it is to work together. Do you agree? I do. As to Brock's offer, you can imagine staying under the same roof as a couple former enemies?
No further temptations towards terrible vengeance? Not against you. Either of you. You have my word. Jó, tehát. Bár én elmondtam, hogy ez megtörtént, most már a játék kiírta, tehát hivatalos, Freya csatlakozott Kratoshoz. Freyával kötött szövetség új harci felszereléseket és egyedi képességfát tett elérhetővé. Ő hangrezgős és pecsétnyilakat is tud használni, ezzel új lehetőségek nyílnak meg a harcban is, a rejtvények során is. Nagyon jó. Tehát most már őtetet itten el lehetetetet érni őtetet. Igen. Fejleszt fel a kardját bármely boltban, hogy megnöveld az erejét a harcban, nyom meg a lefelé gombot, hogy a rúna idézes történetet megnézem. Jó. Páncelló, ugyanúgy képességek. Őtet is lehet fejleszteni. Hoppá. Na jó. Ő ilyen valküri tud lenni. Ad ide. Az istennő agressziója. Várnmágia, íjászat. Nem tudom, mit veszek, de bocsánat, kicsit behájpolódtam. Rúna nyilak. Mit vettem itt meg? Szóval Freya pecsét nyilai által okozott megbűvölt robbanásoknak megnövelt területi. Jó. Freya jóval agresszívebb lesz a csatamezőn. Imádom, amikor egy nő. Viselkedjünk már az iskoláját neki. Azt mondja, káosz pengény, nem? Igen. Aha. Hangrezgető izét, rúna izé mehet. Nagyon jó. Hármas szint ad. Halálos detonáció. Freya páncélja. Hát add már ezt oda rá, mert nem tudom, ez. Na jó, nem, mindenki ilyen izébe van, mondjuk már Kratos nem, de... Nem, marad a izé szerelék, azt meg megcsináltam, csak ki kell itt izé, csak zavar a felkiáltója, kicsit szét vagyok szorva, de... Megyünk. Térjek vissza Sindrihez. Nem. Megyek a mellékküldetésre, kell a cucc. Azzal melegítünk be. Nekem te nem mondd meg, hogy mit csináljak. Azt mondd meg azzal, mit kell csinálni. Ne mondd meg. This lock is different from others you might know. You'll need an enchantment on your chisel to use it. Szerintetek lehallgat a játék? Elég gyanús. Tehát poénból elmondtam, hogy mondjál, hogy azzal mit kell csinálni, és elmondta. Pedig le van némítva a mikrofon, de nekem ez egyre gyanúsabb. Na jó, nem erre megyek, nem, majd ezt majd elmondod, hogy mit kell csinálni. Elmondom neked, hogy merre kéne menni. Nekem 400 méterre kéne. Az a baj, hogy lefelé kéne jönnünk, és oda nem tudok menni. Freya az Illuminati alapítója. Lehetséges. Az is lehetséges, rácok, hogy most még nem fogok tudni erre jönni, mert tovább kell haladnunk, hogy utána tudjak arra menni. Na, nézzük, ez mit mond. Mutasd, asszony! Bruna. Bruna. Carve the letter. Az I. Suna. It's an incantation. I'll speak it. Suna. The elves in Freyr's camp mentioned a gate like this in Alfheim. Kept on about some sacred light elf sanctum out past the barons. A trip to Alfheim. Ja, én ezt úgy ismerem, hogy Suna, de... Na... Szóval... Az elf szentély. Nem azt szeretném követni. Térkén. Ezt kövessük. Oké. Okay. Jó. Szerintem amúgy ezt ki kellett nyitnunk ahhoz, hogy tovább tudjunk menni. Mert hogy itt válik elérhetővé. Hogy így lehet átváltani. Csak innen nem tudom megdobni, asszony.
Na, ez jól összejött. Ja, hogy tudok előrébb menni. Na jó, ez szivat. Dobd oda, lőd oda. De nem kéne össze... hogy tanniuk? Morgok már, mint izé. Már ilyen megnöveljük. Úgy. És most. Haló? Család, csalásnak vélek szemtanúja lenni. Gyújts már be azt a izét, hát össze kéne érniük. Na ne, most meg azt nem érem el. De hát még az ikon is ott van. Na végre, nehéz szülés volt. It has something on it I don't recognize. We're clear. Na. Jó, az első boss fighton túl vagyunk, az első boss fighton túl vagyunk, most már csak jobb lehet. So it's true. Tears really alive? Így van, valóban élet benne. Not exactly shipshape. He sleeps in a broom closet now. But he's adjusting. How did you find him? Largely, that's down to Atreus having figured out how to access the prophecies giants reserved for their own kind. We only learned of it ourselves after Thor and Odin came calling. To your home? Is it still standing? Barely. But all the violence was seemingly just a distraction to let Odin have a private word with Atreus. Odin was alone with your son? Did he tell you what they spoke of? Yes. He said that Odin invited him to Asgard. To help him find his answers. The answers he's rushing into fate in search of. Yeah, yeah. That's troubling. A fiú kíváncsiságát aknázza ki Odin, vagy próbálja, vagy próbálta kiaknázni. Azzal, amikor válaszokat ígért, és meginvitálta Asgardba. Hát de rohadt jól néz ki ez a rész amúgy. Ezt mondjuk minden egyes alkalommal elmondom, én ezt tudom, de hát akkor is. Him, the Mystic Gateway is ahead. If not, I have some unfinished business up this river I could use your help with. Or we can follow up on that Elven Sanctum out in Alfheim's desert. If you want to continue exploring, we'll need to remove that log in the river. Alfheimbe ott hagytunk valamit. Good. We can explore the river now. Jó. And hopefully right some old wrongs. Itt what pedig. Is this? The crest of Skirnir. Never quite as smart as he thought. Okay, Skirnir címere. Bár Vanaheim egyik legősibb családjából származik, Skirnir sosem tartotta magát Vannak. Sosem tartotta magát, nos, az igazat megvalva igazából semminek. Skirnir és Skirnirhez Skirnir csak Skirnirhez volt hűséges, ő volt az a kifejezetten dühítő fajta értelmiségi, aki örökké csak magát akarta mások felé helyezni, azzal, hogy visszautasított mindenféle bölcseletet. Ha gond adódott két fél között, Skirnir megtalálta a módját, hogy kettőjük közé álljon, és mindannyiuk felevalójának kiáltsa ki magát. Ha kerítés... választott el két legelőt, megtalálta módját, hogy egy peremén egyensúlyozzon. Mikor Odin Vanaheimre szabadította a haragját, Skirnir megismerte a semleges következményeit, egyik oldal sem tudta, hogy kihez hűséges, így egyik oldal sem tudott bízni benne. Az Einherjárok számára ez azt jelentette, hogy lefejezik az első adandó alkalommal, amely tekintve, hogy Vánok nem adtak számára menedéket, hamarabb eljött, mint arra Skirnir számított. Ó, oké. Szia, Feri, hello, nagyon szép estét. Jól tudom, chat, javítsatok ki, hogy ez a Skirnir címere, ez a címer, ez nem ez van benne a, mondjátok már, a Jötnár Editionbe? Ott van három darab ilyen címer, maszk, vagy nem is tudom, valami ilyesmi. De lehet, hogy ez nem az. Csak minthogyha az lett volna. Ó, és ez az, amit még szintén nem tudunk használni. Ott van a kapu, meg a láda. A ládát kérem, utána irány a fogó.
megyünk a törp kincseket és a hozzávalókat megkeresni. Többek közt. Elviszük csúnyakázni a hölgyet. Szedd le, légy szíves? Köhi! Jó. Arra tova. What is your unfinished business? I left something behind, near the falls. Your wedding site. Now why do you want to be going back there? To be free of the bonds of my marriage. Oh. And to Asgard. I think you severed that a long time ago. Not completely. Not yet. Guide us. Nézzétek csak, nézzétek csak! Oké, Freya is adott egy mellékküldetést, és ráncok, lehet, hogy ma nem fogunk nagyon, ha ez így folytatódik, főküldetésezni. Csak azt akartam mondani, hogy ez egy olyan malac volt, amiben az előző részben rálőtt, ugye, vagy amire vadásztunk, amire nem kellett volna, mert ugye abból volt egy kis félreértés. De az előző részben ugye megpróbáltunk levadászni egy malacot, aztán ugye Freyához vittük meggyógyításra. Akkor találkoztunk ő vele. Ez olyan malacka volt. Azok meg ilyen majmócaszerűségek. Jó, tehát a vízeséshez is kell menni térkép. Az meg... merre van? Az meg... hát egyelőre felfedezetlen. Ja nem, itt van. Aha. Tehát jövünk most ide, aztán ide. És ott vagyok fent. Jó. Hát... hashtag very nagy lesz. Szia! Nem bántunk! Ne fuss el! Ott mik repkednek a barlangba? A denerángok. De hogy lógicálnak ott a kis majmócák? Vagy hát ilyen füles majmok. Hívjuk őket füles majomnak. Egy hal meg kiugrott a vízből. Nice! Nagyon szótlan vagy asszony. My people settled this river many ages ago. Thousands traveled it on pilgrimage to the shrine of worship. But then the Aesir came. This is all that's left. Jó. Ott látok Odin mocskos kis hollóját, vagy madarát. Ki tudunk-e itt valahol kötni? Ott szembe, igen. Van itt egy ilyen kántáló HP-töltő. A béka hangú. Jó, kössünk ki itt. Mi baj lehet? Ma halócok. Ez az. Bunyó idő! Hello, fiúk! Megérkeztünk! Semmi gond, kicsit savasak vagyunk, de hát ez a buli része. Freya? Egy gyógyító érintésre volna szükségem. Hé, ott volt valami szellem? Hello? Siemetril, hello. The great healer. I am here. She will cure me. I have been a loyal follower. She would not abandon. I am Freya. What do you need? Only she can cure my sickness. With Mangold, Meyer, and Poem. We must help her. She demands a cure. She is dead. She is trapped here. Ignorant of her own death. If we bring her what she needs, she'll move on. You're certain? I'm not going to do nothing. She needs Mangold, Meyer, and Palm. We should find some. Értettem? Értettem. Nagyon jó. Akkor... Asszony? Akkor asszony. Nem. Kinyílik, hogyha távolabb vagyok?
Ne szóljál bele, éppen próbálok gondolkodni. De abban valami loot van, hát ide van. Velem te nem velem. Megvan, oké. Okay. Jó, szóval... Még egy mellé... Még egy mellékületést kaptunk, jó. Na, kezdjük el a bulit. Ja, értem. Igen, de hogy fogom bekütüzezni? Ja, úgyhogy... Oké, és akkor most tudjuk ledobni. Vigyázz, kinyílik. Oké. Itt az egyik hozzávaló. Fordított gomba. Loot? Look and saw. Be ready. Jó. Vele kell kezdeni. Hello, fiú! Halló? Van még egy? Igen, ott van fönn. Jogi? Ne csak ne hírálj, hülye gyerek! Did you recognize her? The sickly spirit? No. There was a time I could recall the face of every one of my people, but... Gyönyörű. Sometimes I wonder if gods live too long. I once felt the same. Ez egy küldetés sorozat, ahogy elvégzed az egyiket, adja a következőt. Nem, ahogy mész előre, fedezed fel az újabbnál újabb dolgokat. I need only one more ingredient for the cure. And then what? Then I fix things. Tehát, hogy most itt kalandozunk egy picikét. Hopp. Így. Olvasni való. What's it say, brother? Ez azt mondja, hogy érkezés halottként, figyelmeztetés mindenki számára, aki áthalad ezen a föld nyelven, a halottak itt nem halnak meg. Eső vagy napsütés, a nappali hőségben és az éjszakai hidegben ezek követik a mesterük akaratát. Távozz most, ha fontos számodra az életed, vagy el akarod nyerni a békét halálodban, nem kell neked e mágia börtöne. A lábad alatt szellemidézés kísért a földben. Vulpesz, micsoda? Mi a kérdés? Vagy mi volt a kérdés? De hát Freya akkor azt mondta, amit ezt ugye Tasmán ördög kérdezi, amit lelőttek, az fajának az utolsó példánya, akkor vetített a menyecske? Hát Midgardban valószínűleg az utolsó volt. Itt a malacról van ugye szó. Oké, nézzük, hogy hol tudjuk meggyújtani a... A cuccost. Nem ér el odáig, az probléma. Továbbra sem ér el odáig. Ott mint hogyha amúgy lenne? Something hanging from that tree above us. Látom asszony, nem mond. Could be useful. Hasznos tud lenni, aha. Jó. Csak nem jón vagyunk. Hmm.
Halló? Igen. Lejárt az ideje. Ó. Oh. Aha, ez így nem lesz jó. Hmm. De valahogy így kéne szerintem. Ja, hogy lehet mozgatni. Aha, tehát meg tudjuk így lökni, és akkor tud majd... Aha. És akkor így... aha. Így már mindjárt más. Így már mindjárt más. Igen. Mondom, oda. Na jó, ha még egyet belelő... Még egyen? Haló? De miért nem csatlakozik össze? Nem úgy van, hogy össze kéne csatlakozniuk? Azt túllőttem egy picit. Ez nem ér össze. Ó, még mindig nem ér össze. Aha, mert ezt is meg kéne itt lőni. De ne, már ne a túloldalra lőd. Még mindig nem ér össze. És ez a max. Ez így nem lesz jó. Nem érnek össze. Ha. Hogy kéne meggyújtani? Na, ugye meg kell gyújtanunk azt a lángos cuccost, hogy leégjen az inda, hogy ki tudjuk szabadítani a cuccot. Nem tudom, mennyire tetszenek érteni a feladatot. Elindítom, hát... Hé, de megállítja, hogy meg... attól, hogy meglövöm. Hát ez... És megállítja. Ez baromság, ez butaság. Ez szemétség, így azt hittem, hogy úgy meg tudom csinálni. Ott azt... Nem, azt nem lehet. Nem, nyilván ezt a tüzet kéne... átvinni. Így, aha. Hmm. Csak hogy át kell vinni a tüzet lengés közben oda. Tehát... életbe. Pedig én azt hittem, hogy ez így jó lesz. Elleszünk egy darabig, úgy látom, de ne haragudjatok. Oké, jöhet a hátsó, és mit gondoltok? Lehet, hogy nem oda kéne. De hülye vagyok, túl bonyolítom. Állj. Csak itt kéne, hogy összeérjen, hogy a másik lángot be... azt begyújtsam, azt ott. Szerintem. Azt átlőtte a fára a túloldalra. És utána már oké, csak itt ezen kell átvinni. Csak már megint nincs ott. Megint elmegy onnan. A izé. Thank you.
Ez az. És akkor most... Igen. És akkor most hozzá tud érni, ez az. Jó. Túl bonyolítottam itt önön magamnak a dolgot. És így azt, hogyha meglőjük, akkor már működni fog. Nehéz szülés volt, nem ért még le lehet a délutáni kávé. Szia, Ásdelár és Johnny Hero, üdv nektek is, Hero itt. Well, that did it. Jó, hát ezt megszültem, megszenvedtem. De itt van a harmadik alkatrész. Let's return to the sick spirit. You would cure the dead. I promised I would take care of my people. Not even remember her. Or see you. And? Let's return to the spirit. Jó, visszatérünk a lélekhez. A markolat eredetileg egy alkimista kovácsolta, így állítólag Runa Mangyával kísérletezett, aki állítólag Runa Mangyával kísérletezett. 18-nál járunk. Most, még szólt is, hogy most nézzük meg. Aha. Tehát ezek szerint akkor Mimir mindig leszpoilerezi, hogy mi az, mikor tudsz menni ládát nyitni. Vendégek! Fogadjuk őket kellő szeretettel. Például egy... On your right! Kapta. Halt. Hogyan én is élek? Kaptam egy kicsit. Hopp, ez itt maradt. És senki nem szólt a cseten, hogy egy lila cuccot ott hagytam. Annyira röhögtetek, hogy mennyire béna vagyok, mi? Teo Mimirnek, ja. Hát amúgy nagyon sokan spoilerezik a játék önön magának. Tehát röhög konkrétan rajtad a játék néha, hogy nem jössz rá, hogy mit kell csinálni, és akkor beolt a Freya, vagy a gyerek, vagy a akárki, érted. Ja, ide jövünk. Oh, lady, I was curious about some of the flora we've encountered on our travels. And you will remain curious. It's not my job to teach you everything, Mimir. Look, I was just asking. And you have been told. And you have been told. Na, szóval, most. We have collected the plants. Could this be? I feel my vitality returning to me. Az életelő visszatér. Freya. I am here. I knew you would return, even as the doubters cursed your name. Thank you. Thank but you. It's time to rest. Ideje you have earned it. Thank you, my queen. I am tired indeed. Gyógyulás a holtaknak. Shall we continue? Yes. Svartheimi szerencse. Egy amulett varázslatot kaptunk. Nem édes. Csak nincsen még egyelőre hely. A francba! Na jó, semmi baj. Oké. Ez a rész pipa. Ez a rész pipa, a hollót leszedtük. Nagyon jó. Tehát amúgy a törp néninek a cuccát akarnám csinálni, de mindeközben már egy holton segítettünk. Vagy halottan. Illetve Freya is mondta, hogy az ő cuccát is keressük meg, ami az esküvőjénél le lett, vagy esküvőjének a helyszínén el lett rakva, vagy valami ilyesmi. Eldugott ott valamit az asszonyság. Hop, 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 hop. Itt mi van? Itt. Jó napot kívánok. Kezdődik. Én egy helyre akarok menni, de túlságosan csábít a minden is. Mi ez itt? Ó! Azt mondja, Odin címer. Amikor Odin feleségül vette Freya istennőt, Vanaheim emberei, legalábbis az optimistábbak, be akarták fogadni a mindenség atyát a kultúrájukba. A teljesen rossz emberre pazarolt vendégszeretet jeleként készítettek neki egy saját családi címert, a birodalom zálogaként. Megköszönte az ajándékot, aztán, amint nem látták, kidobta. Nem ez volt az utolsó alkalom, hogy eljátszotta a vánok bizalmát. Ezért is humoros, mint amikor elmentél ládáért Tyr, meg megkérdezte, hová megy, Atreus megválaszolt, hogy nem hagyja, mert az apja szeret zsákmányolni. Ja. Azok nagyon jók. Olyan, hogy itt ez ennyi? De, ja nem, ott van egy lépcső. Elnézést.
egy növényzet rám köpött. Konkrétan. Oh boy. Visszaköszönnek a régi dolgok, azért úgy látom a játékban, nem kicsit. És addig nem fogom tudni ugye kinyitni a ládát, vagy... De? Úgy látom, egy birodalom szakadás ismételten előkerült. Ó, és egy tekercs. Megtalált tekercsek. 6/9. Jó, mindegy. Nem tudom, milyen tekercs volt ez. Szerettem volna elolvasni, vagy valami, de lényeg, hogy megvan. Na most akkor szerintetek vagyunk-e már elég kemények ahhoz, hogy ezt megoldjuk? Vagy... Nem! Nem vagyunk! Hármas szinten az ötös ellen? Az egyiket amúgy leütöttem ellen? Egy ellen még lehet, hogy van esélyem. Elszóltam. Csokis Muffin, nagyon-nagyon szépen köszönöm az ajándék előfizetést. Köszi szépen a támogatást. Pörögjenek a giftemóták. Kaptam. Azt a rohadt. Na jó, ezt akkor is meg kell csinálni. Jó, az egyiket sikerült amúgy ügyesbe leütni. Szerintem az meg is halt. Na jó, de hát move közben vagyok főni. Abba belenéztem. Az egyik meghalt, nem? Nem jogom. No! 0 HP-ról öl meg! Ne! Ah! God damn it! Fenébe! Úristen, de kicsike hiányzott! Ez a méreg nem a cián! Na még egyszer, megy ez! Haló, hát nem volt rajta! Most ez nem annyira jött be. Hű, azért ezt egy kicsit túlvállaljuk most, de akkor is meg fogom csinálni. Ezek ketten azért megraknak ám rendesen. Ez volt a bemelegítő eddig? Oké. Vettem. Na mondjuk ez egy kicsit paraszkolat volt, de ezt így jegyezzük meg gyorsan.
Na, tetszett a pofon? Van még? Mi van, beragadtál? Semmi baj. De nyomom a pajzsos néni kédet, te szemét. Most rohadt nagy a sebzése. Rohadt nagy. Tehát két ütés vagyok körülbelül neki. Na ez a személyiség. Néha nagyon nem jön ki a lépés, és akkor bizony nagyon kapja az ember. Még egy párszor engedjétek, hogy megpróbáljam, aztán lehet, hogy ezzel még várnunk kell. Amúgy mondom, hármas szinten vagyok. Most nézem, hogy mi az, amin tudnánk esetleg változtatni, hogy talán erősebbek lennénk, de... Nem igazán. Bátorság, gömdökítő is kapsz, ha megsérülsz. Mindegy, nem ezen múlik most. Nyilván a színkülönbség egy kicsit kijön. Na ez a fasz. Itt nem találtam el. Jó, az megvan. De ne dodzsolgassál már, hülye gyerek! Csaszd meg!